Ezek a képek tegnap készültek nem messze a görög-macedón határtól. Menekültek várnak a vonatra, hogy tovább juthassanak Németországba vagy Észak-Európába. A brüsszeli csúcson született döntés szerint Magyarországnak is be kellene fogadni 1294 menekültet, abból a 160 ezerből, akik valamelyik uniós országban megkapták a menekült státuszt. Az Európai Parlament elnöke szerint önmagáért beszél, hogy a magyar kormány ennyi menekült áttelepítése miatt akar népszavazást tartani, úgy, hogy az uniós döntést a népszavazástól függetlenül kötelező végrehajtani. Az olasz miniszterelnök néhány nappal ezelőtt azt is felvetette, ha Magyarország nem akar részt venni a terhek közös vállalásában, akkor az uniós támogatásokból is kevesebbet kellene kapnia. Az igazságügyi miniszter szerint a magyar kormány már korábban is vitatta, hogy az uniós döntés kötelező lenne. Szerinte annak jogáról nem mondott le az ország, hogy eldöntse, kik éljenek itt. A kormány álláspontja szerint az, hogy kötelezően egy adott országba be lehessen telepíteni embereket, a százasával, vagy ezresével, vagy több tízezresével, ilyen hatáskört az unió nem kapott. Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője ősszel, amikor a Jobbik akart népszavazást a betelepítési kvóta ellen, még a nemzetközi jogra hivatkozott, amikor elutasította a kezdeményezést. Ma öt párti egyeztetést hívott össze, amely után azt mondta, a Jobbik korábbi felvetése azokra is vonatkozott volna, akik Magyarországon jogosan kértek menekült státuszt, így az ENSZ menekültügyi konvencióit sértette volna. Az Európai Parlament elnökének pedig azt üzente, mindegy hány embert akar áttelepíteni az unió, itt elvi kérdésről van szó. Ez nem 1200 emberről szól, hanem a magyar szuverenitásról. És az nem létszám és darabszám kérdése. Az ötpárti egyeztetésre csak a KDNP és a Jobbik ment el. A Demokratikus Koalíció szerint a kvótáról szóló népszavazás csak a kormány kommunikációs trükkje. Tavaly összességében 508 menekültet fogadott be a magyar állam. Ennek több mint felét a kerítés építése után fogadta be a magyar állam. Vagyis az a kommunikáció, amit a miniszterelnök mond, hogy egyetlen egy menekült sem jöhet Magyarországra, és ezzel szemben ráadásul még aláírásgyűjtést is kezdeményez, az egész egyszerűen nem igaz. A szocialisták szerint a jogászoknak kell előbb megegyezniük arról, hogy lehet-e a kvótáról népszavazást tartani. Ők addig nem vesznek részt az erről szóló egyeztetéseken.